Farsang Sándor egykori győri művész képeiből nyílt kiállítás a Rómer Múzeumban. A tárlat 75. születésnapján állít méltó emléket a szürrealista festőművésznek. A kiállításra kerülő festmények, egyedi rajzok és sokszorosított grafikák az életmű különleges darabjaira fókuszálva mutatják be a művész egyes alkotói korszakait. Ez egy retrospektív kiállítás a Farsang Sándornak, 75 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon született, illetve 5 éve már csak legendák keringenek róla, tehát 5 éve halt meg. Úgy gondoltam, amikor felötlött ez a retrospektív kiállítás ötlet, hogy egy kicsit kimozdítom ezt a szokásos Farsang Sándor képet a megszokott medréből, és új szempontokat, új perspektívákat próbálok adni ennek az életműnek a tanulmányozásához és megértéséhez. Ezért néhány győri magángyűjteményt, magángyűjtőt szólítottam meg, és magángyűjteményekből sosem vagy alig látott alkotásokat sikerült megszereznem. Olyan különleges darabjait ennek az életműnek, amik szerintem teljesen fölülírják az eddig ismerteket Farsang Sándorról, illetve különös hangsúlyt fektettem a grafikákra, a grafikai alkotásokra, mivel nem tudtunk olyan rengeteg sok grafikát kitenni nyilván a térnek a szűkössége miatt, ezért monitoron egy csomó beszkennelt grafikát lehet látni. Pápai Emese hozzátette, hangsúlyozni szerette volna a kiállítással azt, hogy a grafikai tevékenysége nélkül nem lehet teljesen értelmezni a szürrealista festőművész életpályáját. A kiállításon sok különleges darab is megtalálható. Farsang Sándornak volt néhány nagyon fontos korszaka, például a zöld korszak, ami az első teremben látható, és ez az, ami igazából róla ismert. Nagyon sok hasonló stílusú és témájú alkotást készített, de ezen kívül vannak nagyon különleges darabok, amik szerintem fölülírják az eddig használatos, jól ismert Farsang képet. Tolnai Imre festőművész nyitotta meg a kiállítást, aki úgy fogalmazott, FS mester egymásba gabajodó alakjai, természeti és mesterséges eredetű képződményei révén munkássága nagyon tág világot ölel fel. Nonfiguratív kísérletek után klasszikus rajztudását tanúsító, természeti, antropomorf formákat felbontó, új rendszerbe építő grafikákkal jelentkezett. Litográfia és részkart sorozatai jelképkörének folyamatos bővülését jelezték. A Boldog Békeidő könyveiből, sajtójából, illusztrációs készletéből átvett motívumok új összefüggésekbe kerültek időszerű, személyes mondani valójával. A 70-es évek közepén különös architekturális metafizikus tereket szerkesztett vásznaira, s a szürreális környezetet népesítette be egyre több sajátos figurával. 2005-ben Győr közművelődésért díjat, 2011-ben Győr Moson-Sopron megye közművelődéséért dr. Kovács Pál díjat kapott. A rendkívül gazdag életművel készült kiállítást több termen keresztül vezeti be a látogatót Farsang Sándor munkásságába. A tárlat október végéig tekinthető meg a Magyar Ispitában.